Cicovics Jan Szerevó 7-essel érkezik, Kocsomba Károly és Bárdos Péter a P14-es csoportban kategóriában versenyeznek. Semmi különös remény nincs, szeretnék a kategóriába első-második helyen végezni. Azért ez is remény. Remény, de nem minden áron, ez inkább, hogy jól érezzük magunkat. Azt hiszem, ehhez minden adott lesz, hogy jól érezzétek magatokat, hiszen klasszikus murvás pályákat jelölt ki a szervező. Pontosan ezért jöttünk el a versenyre, mert ismerjük ezt a pályákat, és szeretjük nagyon. Gyere, hogyha már itt vagy mellettünk, nem csak a fotó kedvéért. Hát a navigátoroknak azt szokták mondani, hogy a Szombathely nem biztos, hogy a legnagyobb kihívás, de azért ott kell lenni fejben. Így van, ott kell lenni fejben, de inkább jól fogunk autózni. Úgy érzem, és szeretném jól érezni magam a kocsiban. Lesz is rá idő, úgy érzem, nem lesz annyira sűrű a kanyar, tehát nem kell annyira diktálni. Köszönöm szépen, sok sikert, vasárnap majd megbeszéljük, hogy mi történt veletek. Mi újság van, jó pihenést ma estére, holnaptól pedig jó versenyzés 42-es rajtszámmal, tehát Kocsomba Károly és Bárdos Péter az Evo 7-es Mitsubishi Lancerrel. Oh,
tényleg. Péter ugyancsak az ORB mezőnyében. Szívből gratulálunk, hát hogy ízlett, hogy tetszett, hogy éreztétek magatokat? Csináltam egy butaságot, tegnap a negyedik most bent ragadtam, és kijöttem 14 perc késéssel, nem szuperraliztam, ezért az egész napot a hosszát között mentünk, óriával előzgettem, de izgalmas volt. Mivel eredmény, harmadik azért lettünk 10 perccel a második mögött, úgyhogy csak magunk gondolkodására megjegyeztem. Ez jó sikerült. Az nagyon jó. Köszönöm szépen, gratulálok és jó pihenés. 42-es rajtszámadár kategória harmadik helyen megérkezett hozzánk Kocsomba Károly és Bárdos Péter az Evo 7-es Mitsubishi Lancerrel. Gratulálok! És egy fontos információ, hölgyeim és uraim, egy 20 perc szünet itt a díjkiosztó helyszínén, mert Magyar Alikető mezőnyének egy része még nem van a pályán.